Szél Tamás vagyok, ez itt a Chef Tippek a Lidl konyhában. Előfordulhat az a szituáció, hogy mondjuk túl sok hús sütünk, ellenben semmi esetre se szeretnénk kidobni, ilyenkor hogyan tartósítjuk? Jelen esetben mondjuk egy sertésoldalas, de hát ez igazából lehet comb vagy lapocka, tetszőleges bármilyen nemű hús. Egy a lényeg, hogy lehetőség szerint kötőanyagban gazdag legyen, magyarán hosszan kelljen sütni, ezzel is ugye sterilizáljuk. Elvágom háromba és alaposan sózom és borsozom. Mindenhol minden oldalát fűszerezem. Amikor direkt tartósításra sütünk húst, akkor én szoktam kerülni általában a friss fűszereknek a használatát. Csak is szállított fűszerek, illetve csak is a só az, ami szerepelhet. Vöröshagyma és fokhagyma, illetve egy kis sonkahagyma. A fokhagyma csak így gerezdbe. Egy újnyi vizet öntök alá, hogy legyen egy kis pára. Zsíradékot jelen esetben nem szükséges rakni, hiszen bőségesen fog belőle kisülni. Alufóliával letakarom. Körülbelül 150-160 fokos előmelegített sütő, és legkevesebb egy 2-2,5 óra, amíg remegősen vajpuhára meg nem sütöm a húsit. Szükségem van nagyobb mennyiségű sertészsírra vagy kacsazsírra. Majdnem olyan forróra melegítem, mintha sütni akarnék benne. Körülbelül ilyen 120 és 150 fok között teljesen jó helyen járok, hogyha ennyire meleg a zsíradékunk. Közben az oldalasról lekaptam a fóliát, és egy picit magasabb hőmérsékleten adtam neki egy kicsi kérget. Ki is veszem a sütőből, megnézzük. Hát íme a sült húsink, és hogyha zsírban szeretnénk eltartósítani, akkor szükségünk van egy teljesen tiszta edényre. Egy aranyszabály van, hogy amikor ugye elkezdjük forró zsírral befedni a húst, nem lóghat ki a teteje, tehát mindenféleképpen a zsír el kell, hogy lepje. Elkezdem szépen melegen, frissen a húsit átszedni egy edénybe. Az alatta összegyűlt szaftot, az semmi esetre se öntöm alá, ugyanis ez romlási folyamatot indíthat el, és igazából utolsó mozzanatként annyi zsíradékot kell rámernem a húsra, hogy ellepje, és ki se látszódjon belőle. Ezáltal elzárjuk a fénytől, elzárjuk az oxigéntől, és gyakorlatilag így történik meg az a tartósítási folyamat, amire nekünk szükségünk van. Hát tímelnek így kell kinéznie, és lehet is látni, hogy itt egy picit a forró zsíradék még sütögeti a húsunkat. Biztos, hogy tuti steril lesz. Semmi más dolgunk nincs, mint hagyni szobahőmérsékleten kihűlni, utána a hűtőbe akár egy hónapig is eláll. Ha további chef tippekre vagy kíváncsi, kattints ide. Ha receptfilmeket néznél, akkor pedig ide. Ha pedig elsőként szeretnél értesülni legfrissebb epizódunkról, akkor pedig ide.